Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit ma este itt a Csodák Palotájában, és azokat is, akik a Galileo Webcast jóvoltából az interneten követnek minket, vagy az archívumban nézik majd vissza ma esti rendezvényünket. 32. alkalommal találkozunk a Tudományos Csopa Caféban, és nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Reichard Richardot, aki a ma esti vendégünk lesz, és mielőtt fejest ugrunk az agykutatás témájában, előtte itt a Csopában szeretjük megismerni a vendégünket. El kell mondanom, hogy talán, de majd Richard pontosítani fog, talán egy-két évvel ezelőtt, amikor már úgy nézett ki, hogy a hazai kutató bloggerek aranykora leáldozóban van, és szinte eltűnt az összes kutatói blog, akkor szinte a semmiből feltűnt egy üde színfolt, ez Richard blogja, amiről majd kicsit később beszélgetünk is, és hát nagy öröm volt látni, hogy a fiatal generáció ismét az internetes naplózáshoz nyúlnak. Miként határoztad el, hogy agykutató leszel? Volt-e gyerekkori családi élmény, amely ebbe az irányba terelt? Hát, hogy őszinte legyek, nekem egy kicsit később jött az elhatározás, mint úgy talán az átlagnak, mert hát igazából a középiskolában volt egy ilyen kis céltalan lázadó időszakom, amiből az lett, hogy érettségivel kezdtem dolgozgatni, és akkor bekerültem egy kocsma pultja mögé, és ott igazából volt szerencsém vagy szerencsétlenségem megfigyelni néhány olyan viselkedéses jelenséget, ami miatt a pszichológia elkezdett vonzani, aztán úgy nagyjából azt mondom, hogy ez volt a kezdőlökés ebbe az irányba. A BME-n vagy doktorandusz, miben kell jónak lenni egy agykutatónak, milyen út vezet ahhoz, hogy azt mondhass magadról, hogy agykutató vagyok? Hát azt még nem tudom, még egyenlőre leendő agykutatónak tartom magam. Hát az volt, hogy ebből a pszichológiai érdeklődésből aztán egy kicsit ilyen biológiai lett, és akkor az ELTE biológia szakán kezdtem BSC képzést, aztán hát ott azért ugye sok év kihagyás miatt eléggé le voltam maradva, de szerencsére jó társaságot sikerült találni, úgyhogy fölzárkóztam, és akkor elkezdtem tehát jobban a viselkedéssel, meg az agykutatással kapcsolatban érdeklődni. Aztán akkor volt szerencsém egy-két labornak a munkájába betekinteni, ott az ELTE élettani tanszékén fordultam meg. A SOTÉ-nak volt egy ilyen laborja, ahol volt szerencsém egy pár hónapot dolgozgatni, de akkor ott igazából rájöttem, hogy az állatkísérletes idegtudomány az valószínűleg nem az én asztalom lesz. Most ezt, vagy hogy mondjam, ez ugye egy érzékeny téma, de úgy gondolom, hogy abszolút szükség van az állatkísérletekre, csak egyszerűen nem én vagyok az, aki ezt megcsinálja. És akkor azzal kapcsolatban, hogy mibe kell jónak lennie egy agykutatónak, hát azt gondolom, hogy ez egy tehát klasszikusan multidisziplináris terület, ugye mindenhonnan jönnek az infók, és sose lehet tudni, hogy éppen milyen tudásmorzsa lesz pont hasznos a következő áttöréshez, úgyhogy azt javasolnám a lelkes diákoknak, hogy olvassanak sokat, és legyenek nyitottak mindenre. Ha már olvasás és nyitottnak lennérségről van szó, miért érzed különösen fontosnak azt, hogy a laboron, a kutatáson kívül megoszd a széles közönséggel, a társadalommal mindazt, amiről talán mondhatjuk, az a szűk szakterület szól, amivel foglalkozol? Nagyon gyakran azt mondják a kutatók, hogy nem jut elég idejük arra, hogy tudomány kommunikáljanak. Honnan jön a motiváció az esetben? Hát ez egyrészt ilyen öncélú dolog, mert hogy élvezem az olvasás meg az írás magát is. Ugye másrészt nyilván nekem is hasznos, mert ezáltal jobban megértem, tehát jobban képbe vagyok mondjuk az aktuális eredményekkel, meg én is jobban megértem őket, és hogy mondjam, a tudásomnak mondjuk talán szervesebb részét képezi, mint hogyha csak átfutottam volna egyszer. Úgyhogy tehát valahol ez egy ilyen öncélú dolog, másrészt meg azt nagyon fontosnak tartom, hogy mi, akiket végsősorban így főállásban tudunk ezekről az érdekes dolgokról olvasgatni, akkor érdemesnek tűnik megpróbálni ledesztillálni belőle a lényeget, és akkor a nagy közönség felé közvetíteni, hogy akinek nincs erre ennyi ideje, az is tudja követni, vagy megérteni. Hogyan kezdtél hozzá a blogoláshoz, kiknek szól, és milyen témákról posztolsz az agykutatás egyszerűen oldalon?
Hát, hogy hogyan kezdtem hozzá, az már nagyon régóta érdekelt az írkálás, aztán végül is egy ilyen... igazából úgy kezdődött, hogy az élet és tudománynak kezdtem ismeretterjesztő cikkeket írni, úgyhogy az volt a fő löket, ami mondjuk abba az irányba terelt, hogy akkor úgy gondoljam, hogy van értelme megosztani ezeket a szösszeneteket másokkal. Az, hogy kinek szól, hát igazából mindenkinek, aki hajlandó rá szánni pár percet. A témák az meg általában ugye az agykutatásnak ilyen aktuális eredményei, ugye próbálok lehető legszélesebb spektrumon informálni meg írni én is, és akkor még a tudománytörténettel van egy, tehát az a gyengém, és akkor emiatt az ilyen klasszikus eredményeket is néha előszedem, és arról is posztolgatok. És néha egy-egy kép köré próbálsz meg információt. Igen, hát arra már sikerült rájönnöm, hogy ezek a vizuális tartalmak egy kicsikét, hogy mondjam, könnyebben emészhetők, és ezért néha megéri nem egy nagy szövegfalat posztolni, hanem csak valami gyorsabbat. Jelen vagy az online térbe, de időről időre kilépsz a világhálóról, találkozhattunk veled az ELTE Liftbeszéd fesztiválján, a biológia szakosok, azt gondolom, hogy egy nagyon rangos versenyén, és ha jól emlékszem, egész szép eredménnyel szerepeltél ezen. Rendszeresen, ha jók az információim, bekapcsolódsz a kutatók éjszakájába. Ezek a mérföldkövek neked, mint már majdnem kutatósok, mondhatjuk azt, hogy kutató, mit jelentenek a szakmai pályát tekintetében? Hú, szakmailag, hát azt nem is és tudom. És emberileg is tenni. Hát igazából azért szeretek ezekre a dolgokra elmenni, mert itt van egy ilyen, hogy mondjam, direkt kontaktus a közönséggel, és akkor azt, amit csak mondjuk sejthetek akkor, amikor írkálok, hogy lesznek talán olyan emberek, akiket érdekel a dolog, azt akkor az ilyen eseményeken megtapasztalhatom, hogy vannak, és figyelnek, és az jó érzés. Arról mesélj még nekünk egy kicsit, hogy milyen volt a szakmai visszajelzés, hiszen azért szakmai blogot írni, még ha ezt megpróbáljuk leegyszerűsíteni és köznyelven elmondani, az óhatatlanul hordozza azt a veszélyt, hogy esetleg kollégák a laborban, vagy más kutatócsoportokban, vagy az egyetemen picit máshogy vélekednek. Egyelőre nem volt negatív visszajelzés, úgyhogy... Csak itt tovább. Vannak-e további terveid, akár tudomány népszerűsítés terén, akár közeli szakmai? Igen, mindig megoszthatsz. Mindig van egy pár, csak nem tudom, hogy azok majd mennyire tudnak megvalósulni, de mondjuk az agykutatás egyszerűen blogról, vagy bloggal kapcsolatban jó lenne, hogyha mondjuk tudna egy ilyen, nem tudom, gyorsan hozzáférhető ilyen oktatási anyagokat is tartalmazni, amihez mondjuk azért fordulnak az emberek, mert most hirtelen meg akarnak nézni egy bizonyos, nem tudom, kísérleti elrendezésnek a lényegét, vagy egy bizonyos agyterülettel kapcsolatban egy-két infóra kellene, vagy lennének kíváncsiak. Aztán ezen kívül még ugye mostanában nagyon mennek az ilyen videós, animációs ismeretterjesztő kis rövid videók, ami szerintem is egy tök jó dolog, és az is egy olyasmi, amivel szívesen foglalkoznék még. Sok sikert ezekhez. 31-szer megkérdeztem már itt a Tudományos Csopok Afféban, és most is megteszem. Ha egy középiskolás odalépne hozzád, és azt kérdezni, hogy miért érdemes azt a pályát, utat választani, amint te jársz most, akkor mit mondanál neki? Hát egyrészt azt, hogy azért, mert az agykutatásnak szüksége van rá, vagy a tudománynak szüksége van rá, nagyon sok kérdést kell még megválaszolni, hogy neki meg miért, vagy hogy egy lelkes diáknak miért lehet rá szüksége, az szerintem azért, mert hát ugye nyilván elfogult vagyok ebbe a kérdésbe, de a tudomány az egy elég nemes projektje az emberiségnek, és hogyha ezzel foglalkozik, akkor talán nem kell azon izgulnia, hogy valami értelmetlen dologra pazarolja az idejét. És ha már az időről van szó, el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy halljunk az agykutatásról egyszerűen. Reichard Richard következik. Oké. Na. Hát akkor igazából az lenne a téma, hogy mennyire értjük az agy működését. Most ezt így a... Oké.
Szóval ugye az a helyzet, hogy az agykutatás azért manapság egy elég népszerű terület. Ugye vannak ilyen infók, hogy a 2000-es évek elejétől fogva rohamosan növekszik, hogy ezen a területen fokozatot szerzett embereknek a száma, tehát ugye egyre több kutató kerül ki a különböző iskolákból. Ugye arra is vannak adatok, hogy minden évben igazából több ezer új eredmény lát napvilágot az agy működésével kapcsolatban, de abban is teljes az egyetértés az agykutatók között, hogy ugye teljes egészében manapság még nem értjük a működését ennek a szerkezetnek. És akkor igazából vagy a következő 45 percben akkor azt szeretném felvázolni, hogy nagyjából hogy állunk most a megértéssel, és akkor lesz itt egy kis történeti kitérő, ami mondjuk ad egy keretet arra vonatkozólag, hogy mégis ugye mi mit gondolhatunk arról, hogy egyáltalán milyen elvek alapján működik az agy, és akkor utána meg egy-két példán keresztül megnézzük, hogy akkor ugye egy-egy konkrét funkció esetében mennyit értünk ebből az egészből. Na most, tehát érdemes lehet ugye egyáltalán onnan kezdeni a sztorit, hogyha már agykutatásról beszélünk, ami ugye mindenki számára egy ilyen tök teljesen hétköznapi élmény, az ugye a szubjektivitás élménye, tehát az, hogy most itt vagyunk, látunk, hallunk dolgokat, tudjuk mozgatni magunkat, stb. Ez ugye mind olyan dolog, ami mindannyiunk számára teljesen természetes, hétköznapi élmény, és ezért az sem meglepő, hogy ugye elég valószínű, hogy az őseink számára is ez hozzáférhető volt, és ebből a tapasztalatból jött igazából ez a lélek koncepció, ami ugye azt mondja, hogy ezek a különleges képességeink, mint hogy látni, hallani, meg mozogni, meg hasonlókat tudunk, ez ugye a lélekhez köthető, és akkor van a szervezetünkben valamilyen titokzatos erő, ami ugye erre képessé tesz minket. Most ugye mivel olyan egyszerű dolgokból, hogy mondjuk a kisujjamat is tudom mozgatni, meg a nagylábujjammal is érzem, hogyha ráhelyezem a testsúlyamat, ezért akkor azt is lehetett erről gondolni, hogy akkor a test egészében kiterjed. Aztán ugye az idők során, ahogy az emberi szervezettel kapcsolatban egyre több megfigyelés látott ugye napvilágot, akkor ugye elkezdték ezt a lelket lokalizálni a testben, először persze a szívbe került, aztán pedig jött az agy, mert hogy az is kiderült, hogy az idegrendszer az ugye összeköttetésben van a test minden pontjával, és akkor logikusnak tűnt, hogy tehát ez az a szerv, ami végül is a lélek házaként szolgál a testben. És akkor ugye igazából az első ilyen nagyon komoly, vagy hát nagyon fontos áttörés itt a viselkedés magyarázatával kapcsolatban, az a 17. században jött, ez ugye René Descartes nevéhez fűződik. Igazából ugye ez a reflex koncepció az, ami elsőként magyarázza pusztán mechanikus, tehát ugye a fizikai világ törvényein alapuló módon a viselkedésnek legalábbis egy részét. Most itt a klasszikus példa az, hogy ugye ez a kis figura a tűz közelébe rakja a lábát, és akkor emiatt ugye fájdalmat érez. Ennek tehát a tűz melegére itt a valami ideg megfeszül, az az agykamrában szelepeket nyit, és akkor szépen beáramlik valami folyadék a megfelelő izmokhoz, fölfújja őket, és akkor így szépen el tudjuk, vagy elrántja ugye a lábát. Na most itt ugye az a helyzet, hogy tehát ez fiziológiai szempontból itt minden feltevés hibás, egyedül abban volt igaza, hogy az agykamrában tényleg van valami folyadék, de a lényeg az, tehát még egyszer mondom, a lényeg az, hogy ugye, tehát fizikai mechanizmus feltétel ez a hátterében, tehát egy viselkedéses jelenség, amit eddig ugye titokzatos erőkkel, a lélekkel kellett magyarázni, az innentől ugye már a fizikai világ részeként értelmezhető, és ez itt a nagyon fontos előrelépés. Aztán ugye igazából tehát itt még akkor a fiziológia az még mindig zavaros volt ennek, és ezen a téren akkor még egy jó több mint 100 évet kellett várni, amíg ugye Luigi Galvaninak klasszikus eredményei felvetették azt, hogy ugye a szervezetben működő titokzatos erő, az az elektromosság lehet, ami ugye ezeket a lélekhez kötött működéseket lehetővé teszi. És ugye a következő évszázadokban, hát ugye egy sor nagyon fontos felfedezés révén ki is derült, hogy valóban az a helyzet, hogy az idegsejtek ion koncentráció különbséget tartanak fenn a membránjuk két oldala között, ami pillanatszerűen ki tud egyenlítődni, és akkor az ebből, tehát ez a
végső soron az az elektromos jellegű jel, ami ugye végig tud haladni az idegsejtek membránján, és akkor egyikről a másikra tud tevődni. Tehát végső soron ugye ez a működés alapja, ez a fiziológiai alapja az idegrendszer működésének. Ezután még az volt egy nagyon fontos előrelépés az idegrendszer működésének, hogy kapjon valami keretet a vizsgálódás. Tehát az volt itt nagyon fontos, hogy a Charles Scott Sherrington nevű kutató nevéhez köthető, hogy a reflexekkel kapcsolatban ugye rengeteg új megállapítást tett itt. A legelső, amit ez az ábra is mutat, az, hogy például egy olyan egyszerű reflex esetében, mint a patella reflex, ugye amikor a tért kalács alatti ínra ütve összehúzódik a combizom, akkor sem csak annyiról van szó, hogy akkor egy-néhány idegsejt segítségével menne ez végbe, tehát mondjuk itt a feszülést érző receptorokról átmenne a jel azokra az idegsejtekre, amelyek ugye összehúzzák a comb feszítőizmot, hanem ugye itt is az a helyzet, hogy vannak például ezzel ellentétes működésű izmok, és akkor azokat meg egy kicsit el kell ernyeszteni, tehát már ugye ez egy patella reflex esetében is egy kicsit komplikáltabb hálózatot kell feltételezni, mint ahogy azt eredetileg gondolni lehetett volna. És igazából innentől pedig jött a többi eredmény, és felvetődött, hogy például mondjuk akár az olyan komplex mozgások, mint a járás is, ugye hasonló reflexekből épülhet fel, csak ezek szépen egymás mögé láncolódnak, úgymond integrálódnak az idegrendszerben, és akkor ilyen módon jön létre a mozgás. Tehát akkor most már itt ott tartunk, hogy igazából ugye az idegrendszer működésével kapcsolatban van egy ilyen, tehát a fizika törvényeivel magyarázható elképzelés, és akkor az idegrendszerből, vagy az idegsejtekből felépülő hálózatok meg úgy néz ki, hogy magyarázhatják az olyan komplex jelenségeket is, mint akár mondjuk a járás, vagy mondjuk a tüsszentés, és fel is felvetődött már a 19. század végén még az is, hogy akár mondjuk az emlékeknek a felidéződése is valamilyen reflexnek tekinthető, csak abban az esetben ugye nem izmok lesznek azok a dolgok, amik ugye végső soron aktiválódnak valamilyen inger hatására, hanem mondjuk pont az agyban tárolt emlék. Aztán ugye igazából az van, hogy ezek a reflexek, ezek központi jelentőségűvé váltak a pszichológia egyik irányzatában, ez ugye Amerikában a 20. század első felében volt domináns, ez a ingerválasz pszichológia, vagy hát behaviorizmusnak is nevezik, egy kicsit magyartalanul, de az volt ugye ennek a projektnek a lényege, hogy végsősorban a viselkedést azt ilyen teljes egészében ilyen ingerválasz kapcsolatokkal próbálják meg magyarázni, ugye anélkül, hogy a belső, vagy úgymond ilyen mentális jelenségekre bármiféle tekintettel legyenek. Most ugye itt még a reflexekkel kapcsolatban fölmerült, hogy ugye Pavlovnak a klasszikus kísérletei eredményeképpen például, hogy ugye ezek a tapasztalatok révén megváltozhatnak, és akkor ilyen módon már ebbe a, tehát az idegrendszer, vagy ebbe a reflex koncepcióba akkor már a viselkedés adaptivitása is beilleszthető volt, tehát hogy ugye meg tud változni az idő során, és akkor ezt az ingerválasz pszichológiát többnyire olyan kísérletek jellemezték, ahol mondjuk az állatoknak különböző cselekvéseket tanítottak meg, ugye úgy, hogy különböző jutalmakat, tehát többnyire kaját adtak nekik, hogy erre után ez a kis kép is itt. És igazából ez volt az a... Tehát ezen a területen született meg az a felismerés, amiből ugye végső soron ugye kialakult, úgymond ez a modern kognitív pszichológiai megközelítés. Az volt a helyzet, hogy egyre több ugye olyan jelenség ütötte fel a fejét ott a kísérletek során, amiket már nem lehetett úgy megmagyarázni, hogy tehát csak a környezet ingereire adott válaszokkal. Ugye az egyik ilyen klasszikus dolog ez a Tolmannek a Tolman által felvetett kognitív térképek esete. Itt az a sztori,
hogy ezeknek a patkányoknak megtanítják, ugye, hogy egy labirintusban hol tudnak élelemhez jutni, és akkor ugye azt fogják csinálni, hogy amikor a labirintusba kerülnek, akkor a lehető legrövidebb úton oda mennek a kajához. Viszont azt figyelte meg ez a tolmen, hogy abban az esetben, hogyha a labirintusban eszközölnek egy apró változást, tehát mondjuk a régi legrövidebb utat lezárják, akkor a patkányok, azok, amelyeknek nagyobb tapasztalata van ugye a labirintussal magával, azok rögtön a legrövidebb úton fognak megint eljutni az élelemhez, és ez igazából felvetette azt, hogy tehát ugye itt az lehet a helyzet, hogy akkor az állatnak, tehát az állatnak valahol belül, ugye ebben a titokzatos fekete dobozban, amivel ezek a pszichológusok nem nagyon, vagy ezek a behavioristák nem igazán akartak foglalkozni, itt leképeződik a környezet, abban az esetben is van tanulás, hogyha nem feltétlenül kapnak érte jutalmat, és ilyen módon ugye felvetődött, hogy van, tehát a külső világ leképeződik az idegrendszerben, van egy kognitív térképe, ami lehetővé teszi a számára, hogy az ilyen kis változtatások után rögtön a lehető legoptimálisabb útvonalon tudjon tovább haladni az állat. És igazából ez a reprezentáció, vagy az úgymond leképezésnek a kérdése az, ami végső soron akkor ad egy ilyen keretet a modern idegtudománynak, az a helyzet, hogy igazából azt gondoljuk, hogy ugye ezek a külső ingerek, ezek valami módon aktiválnak bizonyos receptorokat a szervezetünkben. Ugye ennek nyomán ugye elektromos jelek jönnek létre az idegrendszerben, és akkor ez a sejtaktivációs mintázat, ami kialakul, az ugye az valahol tartalmazza ennek a külső ingernek a belső, tehát ilyen neurális reprezentációját végső soron. Tehát az, hogy mondjuk én most nem tudom, ránézek erre az üvegre, az azt eredményezi, hogy itt az agyamban ezek a jelek össze-vissza cikáznak, és itt valahol ennek egy része az megfeleltethető ugye ennek a annak a mentális élménynek, hogy én akkor látom most ezt az üveget. Most ugye, hogyha ez egy kicsit homályos, az azért van, mert hogy ez igazából az elme filozófia nehéz kérdése, hogy ugye ebből a neurális reprezentációval, tehát abból az idegsejt aktivációból, amit ugye az innen visszaverődő fotonok okoznak végsősorban az én idegrendszeremben, hogy lesz a saját szubjektív mentális élményem. Tehát ugye ez egy olyan kérdés, amire egyelőre senki nem tudja a választ, meg hát ugye az se teljesen nyilvánvaló, hogy tudhatjuk ezt majd meg, de minden esetre az a modern agykutatásnak valóban egy alapgondolata, hogy tehát a szubjektív élményünkkel párhuzamosan ugye vannak események az idegrendszerünkben, és ezért akkor azt lehet mondani, hogy a modern agykutatásnak ugye ez ad egyfajta keretet, hogy tehát akkor azt kellene megpróbálni megérteni, hogy ugye milyen mentális jelenségekhez, akkor milyen idegrendszeri jelenségek tartoznak, és akkor ez az, amit céloz a modern agykutatás. Na most, ugye itt ez a példa is nagyjából csak azt akarja mutatni, hogy tehát akkor az a dolog, hogy mondjuk, mit tudom én, a kávéfőző az különböző jellegű ingereket produkál, az végső soron az agyban, ugye tehát az agynak különböző pontjain okoz aktivációt, úgymond, megjelennek ezek a kávé mondjuk szagához, meg látványához rendelhető neurális reprezentációk, és akkor valami módon ezáltal tudatosul bennünk, hogy akkor nem sokára meg tudjuk inni azt a fekete nedűt. Ugye az van, hogy tehát ezzel még nyilván nem magyaráztuk meg, hogy konkrétan mi történik, de azért mégis azt lehet gondolni, hogy mára már van egy ilyen keret, amin belül tudunk gondolkodni arról, hogy majd végül is milyen módon lehet egyszer megmagyarázni az agynak a működését. És akkor igazából ezzel jutunk el oda, hogy tehát akkor a megértés az valójában hol is tart. Ugye az van, hogy ez a Richard Feynman egy nagyon híres Nobel-díjas fizikus, és egyébként ugye példás ismeretterjesztő tevékenységet is végzett, és ugye elvileg az ő szobájában lévő ilyen
táblán a halál akkor fönnmaradt egy mondat, ami az volt, hogy ugye amit nem tudok megépíteni, azt nem is értem, és igazából ugye ezt gondolhatjuk az idegrendszer esetében is, tehát ugye amíg nincsen egy olyan működő modell, ami az idegrendszer összes funkcióját képes lenne ellátni, addig ugye nem mondhatjuk azt, hogy megértettük volna az agyműködést. És akkor most ilyen összehasonlításképp, ugye jelen pillanatban ilyen modell igazából ugye a kukacnak nevezett C. elegans nevű kis fonálféregről sincs, ami egy szerény 300 idegsejtből áll a teljes idegrendszere, és akkor ehhez képest ugye az emberi agyban 86 milliárd van, tehát akkor ilyen problémával állunk szemben mondjuk a számok szintjén. Most azért ugye ahhoz, hogy tehát megértsünk egy ilyen összetett rendszert, azért nyilván vannak mondjuk irányelvek, és ez talán az egyik leghíresebb elgondolás, ugye a David Marr nevű agykutatóhoz köthető, aki 82-ben írt könyvében publikálta ezt az elképzelést, hogy tehát, hogyha egy komplex rendszert akarunk megérteni, akkor ugye több szinten kell megmagyaráznunk a működését, és akkor ebből ugye egy ilyen klasszikus példa szintén az, hogy mondjuk a szárnyak megértése, az igazából akkor úgy mehet végbe, ugye tudjuk azt, hogy a szárnyaknak mi a funkciója, a szárnyaknak ugye az a funkciója, hogy vagy a madárnak lehetővé tegye, hogy repüljön. Tehát ez a komputációs szintű probléma, amit megoldanak a szárnyak. Na most, ugye, hogyha már tudjuk, hogy a repülést akarja megoldani, akkor feltetjük a kérdést, hogy mégis mi módon oldja ezt meg, és akkor ugye erre a válasz az, hogy tehát algoritmikus szinten ugye a szárnyak csapkodásával tud az állat egy olyan légnyomásbeli különbséget létrehozni, hogy a szárnyak két oldalán, ami a testét a levegőben tartja, és ezt pedig ugye azt teszi lehetővé, hogy a csapkodással valóban a levegőbe tudjon maradni, hogy a szárnyán tollak vannak, amik megnövelik annak a felszínét. És akkor ugye az a helyzet, hogy tehát ezen a három szinten akkor végsősorban meg tudtuk érteni, hogy a szárnyaknak, tehát maguknak a szárnyaknak a jelentőségét és a működését. Na most ennek a mintájára akkor megnézhetnénk egy pár idegrendszeri funkciót is. Ugye az a helyzet, hogy persze az előadás elején még akkor úgy kezdtük, hogy érzékelés, mozgás, stb., de azért vannak ettől sokkal egyszerűbb funkciók is, amit az idegrendszer ellátni hivatott. Ugye ezeket klasszikusan az autonóm idegrendszerhez kötjük, aminek a két ágait látható. Ugye például a szívverésnek a frekvenciáját állítják be, vagy az erek összehúzottságát, tehát ugye ezzel mondjuk a szervek vérellátását tudják befolyásolni, de például ugye a légzést is ugye az idegrendszer szabályozza, és a légzés esetében pedig nagyon jól tudjuk, hogy az a funkciója, hogy ugye légköri oxigént juttassunk a szervezetünkbe, mert hogy a sejtek anyagcseréjéhez ugye elengedhetetlenül szükséges a folyamatos oxigénellátás. Na most mivel ugye a légzőszervünk az ugye a mellkasban helyezkedik el, és passzívan követi egyébként a térfogat változásait a mellkasnak, ezért igazából arra van szükség, hogy ugye a mellkasnak a térfogatát, azt periodikusan megnöveljük, majd lecsökkentsük, és akkor ugye azt is lehet tudni, hogy ezt most akkor megint egy kicsit leegyszerűsítve a valós helyzetet, ezt a rekeszizom csinálja, tehát ugye a rekeszizmot azt időnként összehúzzuk, elernyesztjük, akkor már létre tud jönni egy ilyen folyamatos belégzési ritmus. Na, és akkor az idegrendszer szintjén, ugye mivel tudjuk azt, hogy az izmoknak az összehúzásához az kell, hogy az izmokat beidegző idegben kialakuljon egyfajta aktivitás, ezért azt lehet mondani, hogy akkor az idegrendszer által megoldandó probléma, ami akkor igazából itt már ugye ez az implementációs probléma, hiszen tudjuk, hogy a légzésnek akkor a komputációs probléma, amit megold, az ugye az oxigén felvétel, az algoritmikus probléma, vagy algoritmikus szinten ezt ugye úgy oldja meg, hogy periodikusan megváltoztatja a mellkasnak a térfogatát, és akkor implementált, hogy valójában hogy jön ez létre a rendszerben, ahhoz meg azt is tudjuk már, hogy ebben a rekeszizmot beidegző idegben kell egy ilyen periodikus aktivitásnak keletkeznie, és akkor
az a kérdés, hogy na ez hogyan jön létre az idegrendszerben. És akkor ez se egy új keletű probléma, tehát ugye a 70-es években már felmerült az, hogy tehát felmerültek olyan modellek, amik ugye ezt próbálták megmagyarázni, és akkor itt van az egyik legegyszerűbb, hogyha abban az agytörzsi sejtcsoportban, ami végső soron ugye a rekeszizmot beidegzi, ott mondjuk feltételezzük, hogy van két sejtcsoport, vagy akár csak két idegsejt, amik közül az egyik az serkenti a másikat, tehát fokozza az aktivitását, míg a másik az gátolja az egyiknek az aktivitását, akkor a belőlük felépülő ilyen egyszerű hálózatban létrejön egy ilyen szép oszcilláló aktivitás. Ez egyébként a na mindegy, szóval tehát az a lényeg, hogy egy ilyen kételemű kis egyszerű rendszerből már létrejöhetne az az oszcilláló aktivitás, ugye persze az időzítést azt akkor megfelelőképpen be kell állítani, de létrejöhetne az az oszcilláló aktivitás, amire szükség van ahhoz, hogy a rekeszizom az periodikusan össze tudjon húzódni. És akkor ugye az a probléma ezzel, hogy a későbbi kutatások, meg ugye tehát máig az a helyzet, hogy úgy tudjuk, hogy azon a területen, ahol el lehetne képzelni, hogy ez a rendszer képes létrehozni ezt a periodikus aktivitást, ott nincsenek egyszerűen gátló neurotranszmitterek, tehát úgy néz ki, hogy ez a modell, ez a valóságban, tehát hogy nem felel meg a valóságnak, a valóságban nem így történik ugye ennek a periodikus aktivitásnak a létrehozása. És az egy ilyen érdekes dolog, vagy hát legalábbis szerintem nagyon érdekes dolog, hogy egyébként még mai napig nincsen olyan modell, amire mondjuk az idegtudósok azt mondanák, hogy na ez most már figyelembe veszi az idegrendszer komplexitásának minden különböző szintjét, tehát mondjuk azt lehetne róla hinni, hogy akár még az is lehet, hogy tényleg így jön létre ez a periodikus aktivitás. Tehát ez jelen pillanatban egy olyan dolog, amit még nem tudunk megmagyarázni, és akkor az a helyzet, hogy hogy ugye még a légzés esetében akkor tudjuk, hogy azt is tudjuk, hogy pontosan hol és pontosan milyen aktivitást kellene produkálni az idegrendszernek. Tehát ugye tisztában vagyunk vele, hogy az idegrendszer nyelvén akkor ugye minek kellene pontosan történnie, de jelen pillanatban még ugye erről se tudunk egy működő modellt létrehozni. Most ezt nem ilyen lekicsinylő módon akartam mondani, csak hogy tehát ez is egy olyan probléma, ami még abszolút megoldatlan az idegrendszer működésével kapcsolatban. És ugye az a helyzet, hogy ilyenkor pedig, hogyha visszatekintünk ugye olyan magasabb rendű hát, kognitív funkciókra, mint mondjuk akár az érzékelés, az emlékezés, vagy döntéshozás, vagy hasonlók, akkor ugye belegondolhatunk abba, hogy ezeknél a dolgoknál, tehát az egyenlőre abszolút kizárt, hogy ugye ilyen pontossággal tudjuk megmondani, hogy mégis mit várunk az idegrendszertől. Tehát, hogy egy kicsit, hogy mondjam, a kérdésfeltevésnek ugye egy másik szintjén is már problémákba ütközünk. Mennyi idő van még egy? 20 perc. Hú? A számot kérdezünk. Jó, oké. Na, mert akkor az a helyzet, hogy el is jutottunk az emlékezet problémájához, ugye az a helyzet, hogy azt is tudjuk, hogy tehát, hogy az idegrendszer felelős az emlékezetért, ugye erre vannak ilyen nagyon meggyőző bizonyítékok, mint például, hogy bizonyos agyterületek sérülése az ugye a különböző emlékezeti funkcióknak a kiesésével jár, vagy ugye tudjuk, hogy például az Alzheimer-kór esetében nagyon jellegzetes tünet, ugye viszonylag korán megjelennek az emlékezeti zavarok, amivel ugye párhuzamba állítható az idegszövetnek a roncsolódása a különböző betegségi folyamatok miatt. Tehát ugye ez is egy olyan funkció, amit egyértelműen lehet az idegrendszerhez kötni. És akkor ebben az esetben ugye
Egy kicsikét még homályosabbak az elképzeléseink ugye a dolognak a működéséről. Most, hogyha visszatérünk oda, hogy akkor azt feltételezhetjük, hogy az ilyen szubjektív élményünk hátterében akkor valamiféle neurális események állnak, akkor azt is el lehet képzelni, hogy mondjuk az úgynevezett epizodikus emlékezet, tehát mondjuk az, amikor képesek vagyunk visszaemlékezni ugye egy adott eseményre, tehát mondjuk arra, hogy nem tudom, mi történt, amikor utaztunk ide a csopába mondjuk, az valahol akkor azt feltételezi, hogy ugye vannak az idegrendszerben olyan lenyomatok, amik ezeknek az élményeknek az átélésekor keletkeztek, és akkor ezekről ugye azt is lehet gondolni, hogy valahol az idegrendszerben összekötődnek, tehát például az, hogy nem tudom, utaztam a villamoson, éreztem szagokat, meg hallottam hangokat, abból ugye mégiscsak egy egységes, ilyen tudatos élmény lesz, és akkor azt gondolhatjuk, hogy ez valahol az agyban egyé fonódik, és például akkor azt lehet gondolni erről a hipokampusznak nevezett idegrendszeri struktúráról, hogy pont ilyen dolgokat csinál, és ez az ábra ez például pont azt próbálja mutatni, amikor az agykérek különböző pontjain leképeződő ingerek, akkor itt ebben a hipokampuszban alakulnak egy ilyen egységes reprezentációvá, ami végső soron ugye lehetővé teszi az ilyen epizodikus emlékeknek a kialakulását, és azt, hogy később felidézhetők legyenek, azt valószínűleg mondjuk olyan idegrendszeri folyamatok kísérik, hogy az annak idején kialakult aktivációs mintázat, az valami oknál fogva újra aktiválódik. Na de ugye az a helyzet, hogy ezek az elképzelések akkor még sokkal homályosabbak, mint a légzés esetén, amiket mondtam. Tehát ott akkor tényleg tisztában lehetünk azzal, hogy mit várunk az idegrendszer szintjén, mit kellene csinálnia. Tehát, hogyha modellezni akarjuk, akkor nagyon pontosan meg lehet azt mondani, hogy ugye legalább, mit tudom én, a több ezer idegsejtből, amit mondjuk a funkció modellezéséhez megpróbálunk lemodellezni, hogy tudjuk, hogy legyen egy olyan kimeneti egység, ami biztosan ezt a periodikus aktivitást hozza létre, de mondjuk az emlékezet esetében ugye nincsen ilyen támpontunk se. Tehát ugye ezért egy ilyen sokkal komplikáltabb jelen pillanat, vagy sokkal komplikáltabbnak tűnik ez a probléma, és ugye jelen pillanatban még távolabb vagyunk attól, hogy ugye ennek az idegrendszeri hátterét megértsük. Kicsit valószínűleg gyorsabban elhadartam itt a diákat, mint ahogy terveztem, mert ez igazából az utolsó. Tehát az a helyzet, hogy azt lehet mondani, hogy tehát az agykutatásnak ugye az lenne a célja akkor végső soron, hogy létrehozzon egy olyan működő modellt az idegrendszerről, ami annak minden funkcióját le tudja képezni, és akkor ezen az ábrán ez lenne ez a jobb felső sarokban lévő nagy szürke paca, az jelképezi ugye a teljes megértését, és akkor az ábrán itt a fekete pöttyökkel jelölt különféle modellek, azok meg azt mutatják, hogy milyen modelljeink vannak most. Ugye vannak különféle olyan modellek, amik mondjuk a sejt szintjén próbálják meg megmagyarázni ugye egy-egy idegsejtnek a konkrét működését, illetve vannak olyan modelljeink is, amik ugye a magasabb rendű funkciók felől közelítenek, és akkor mondjuk azokra a kérdésekre keresnek választ, hogy miért, nem tudom, miért gyorsabb a reakcióidő, hogyha egy piros betűvel írt felirat esetében kell eldönteni, hogy a piros szót nem tudom jelképezi-e. Tehát minden esetre a lényeg, hogy több különböző irányból közelítik meg ugye ezt a problémát, és akkor rengetegféle modell van, ami próbálja valahol magyarázni az idegrendszernek a működését, de egyenlőre azt gondolhatjuk, hogy mindegyik még azért viszonylag messze van ugye a valós komplexitásától az idegrendszernek, és akkor ezért mondanám, hogy érdemes agykutatónak jönni, mert hogy rengeteg megválaszolatlan kérdés van, és még nagyon nagy szükség van a tehetséges fiatalokra a területen. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és köszi a figyelmet! Köszönjük szépen Richardnak! Néha azt hiszem Istvánnal, aki a közvetítés kamerája mögött áll, mondhatjuk, hogy
Néha nem baj az, ha egy előadás rövidebb, hiszen jut idő a kérdésekre, illetve nagyon gyakran előfordul itt nálunk, hogy volt azt hiszem múlt héten is rá példa, hogy 2 órán keresztül hallgatunk egy előadást, de lehet, hogy sokkal kevesebbet tanulunk abból, mint ma este. Néhány szót, mielőtt a nézői kérdésekre térünk, mondj azért arról, hogy te konkrétan mivel foglalkozol, és mi az a tématerület, ami ezen belül a doktori munkád részét képezi. Hát én akkor mondjuk úgy távolabbról az emlékezet kutatásra, és akkor a doktori témám az kifejezetten az alvás és az emlékezet kapcsolata. Úgyhogy ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ugye különböző trükkös feladatokat végeztetünk a kísérleti részvevőkkel, és arra próbálunk következtetni, hogy akkor milyen emlékezeti folyamatok, vagy hogy mondjam, milyen emlékezeti folyamatok azok, amik miatt úgy alakul a teljesítményük, ahogy alakul. És mondjuk az alvásukban megfigyelhető, vagy az alvásuk során megfigyelhető fiziológiai mércék, azok mennyire hozhatók összefüggésbe ezekkel. Mondjuk. Hogy néz ki egy kutatói napot, egy átlagos nap, hogyha? Egy átlagos nap? Hát mondjuk a mai az úgy nézett ki, hogy bementem délelőtt az ELTE Damjanics utcai épületébe, és sokat szorongtam ezen az előadáson, de azért mondjuk cikkeket olvasgattam, aztán adatokat rögzítettem, bejöttek a kísérleti résztvevők, és akkor őket megkértük, hogy ugye egy számítógépen nézegessenek képeket, aztán egy kicsit később adjanak számot arról, hogy mire emlékeznek belőle. Hát ma nem volt ilyen, de majd például holnap este elektródákat fogok ragaszgatni, leendő kísérleti alanyok vagy kísérleti résztvevőknek a fejére, hogy mondjuk az egész éjszakás alvás során tudjuk követni az idegrendszernek a tevékenységét. Köszönöm. Van esetleg kérdés a hallgatóság körében? Amíg egy picit gondolkodnak a jelenlévő kérdéseken, addig én megkérdezném, hogy azért ez az agykutatás, ez egy olyan terület, és én mondjuk magamon azt szoktam tapasztalni, hogyha orvosok ülnek abban a székben, akkor utána attól függően, hogy miről beszéltek, akkor itt fáj, meg ott fáj, hogy ha alvás, és ugye ez mindannyiunkat érint, te például vizsgálod magad, vagy reggel felkelsz, és szakmai szempontból végig gondolod, hogy mit álmodtál, mire emlékszel ebből, hogy ez előfordul, vagy ilyenkor az a szerencsés, hogyha a kutató ezt megpróbálja kizárni, és hagyja ezt azokra a páciensekre, vagy tesztalanyokra? Hát jó kérdés, a szerencsés, de én szerintem a második kategóriába tartozom, én nem annyira figyelek. De szerencsére nekem nincsenek problémáim az alvással. Van esetleg kérdés? Igen, tessék. Nekem újdonság lett, amikor én iskolába jártam, akkor még nem tudták, hogy mondjuk ha ölünk, akkor oxitocin szabadul föl, meg ilyenek. Tehát gondolom, amikor azt mondtad, hogy sejtszétlő agykutatás, akkor talán erre is gondoltál, nem tudom, csak hogy felkérdezem, és hogy te foglalkozol-e ezzel, vagy ez nem érdekel annyira, mert ez nagyon kémia? Nem, engem nagyon érdekel, de ezzel csak a hobbi szinten, az ismeretterjesztés miatt foglalkozok. Tehát ez már az a szint, ahova... Hát ugye azt lehet mondani, hogy én akkor végsősorban ilyen kognitív pszichológiával foglalkozom, tehát tényleg az van, hogy ugye mi már a... Vagy hogy mi a magasabb rendű ilyen kognitív funkcióknak a... vagy tehát magasabb rendű kognitív funkcióknak a megértésével próbálkozunk, és ugye ez a sejtszintű biológia, vagy sejtszintű neurobiológia, ez inkább ugye, tehát már az állatkísérletes irány, amihez nekem már csak annyi közöm van, hogy szeretek olvasni, meg írkálni róla. Köszönjük szépen! Amennyiben nincs további kérdés, akkor arra biztatok mindenkit, hogy a kötött program után is nyugodtan jöjjön Derrick Hardhoz, és akár személyesen is kérdezzen. És akkor zárásként
ha 20 év múlva leülünk ugyanitt a csopában beszélgetni, mikor lennél elégedett szakmai szempontból? Hú, Nobel-díj. Hát komolyra fordítva, kettő, nem. Nem, szóval hogyha 20 év múlva úgy érzem, hogy sikerült valamivel előre rendítenem a területet, és mondjuk sikerült olyan kutatásokat végeznem, amiket hasznosnak gondolhatok, amik tényleg valahogy kicsit előre mozdították a mondjuk akár az emlékezet megértését, akkor én már elégedett leszek szerintem. Legyen ez a végszó akkor ma estére, mindenki kattintson majd az agykutatás egyszerűen. Köszönöm. Oldalra, vagy kövesse Instán. Egy kis ajándékkal is szeretném megköszönni Mikának, hogy eljöttél, és egyszerűen próbáltad megmutatni azt a dolgot, ami szerintem nem is annyira egyszerű. Majd még arra fogok kérni, hogy a sorozat emlékkönyvébe jegyezd le a gondolataidat. Köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott ma este, akár itt a Csodák palotájában, vagy a Galileo Webcast-en. Zárásig még nagyjából több mint egy óránk van, úgyhogy érdemes néhány interaktív eszközt kipróbálni. Ajánlom mindenkinek az Illúzió tárlatot, ott azért az agyunk is sokszor szerephez jut. Legközelebb online ismeretterjesztő előadással egy hét múlva jelentkezünk innen a csopából. November 27-én 5 órakor a Wigner Caféban megnézzük, hogy az optika segítségével hogyan küzdhetünk a környezetvédelemért. Várunk ide, illetve a Galileo Webcast közvetítése elé mindenkit. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak.